kézműves kupa zajlik itt nekünk a Generali Arénában. Nagyon sok mesterségnek a képviselői vannak itt, de mit is csinálnak? 24 kategóriában férfi, női, kozmetika, köröm és műszempilla építő bajnoksága zajlik. Minden kategóriában nemzetközi szintű zsűrik, versenyzők és szakma hírességei vannak itt. Például? Többek között Hajas László, a Magyar Fodrász Kozmetikus Egyesület elnöke. Mit kell nézni egy szép hajkoronánál, hogyha elkészül? Mi alapján döntitek el, hogy melyik lett a legjobb alkotás? Nem egy könnyű kérdés, amit feltettél, mert különböző kategóriák vannak. Mindegyik kategóriának van egy versenyszabálya. Ennek kell megfelelni az adott alkotásnak. És aztán ezeket a szempontokat ugye a zsűrinek is figyelembe kell venni, az adott kategórián nem elépi át bizonyos határokat, az a munka egyszerre ezt is nézni kell, aztán amikor, hogy ez megfelel, akkor pedig, hogy mennyire van mondjuk tisztán fésülve, mennyire szép egy hajvágást az átmenetképzés, egy konytnál hogy vannak a balanszok elhelyezve, hogy használja különböző textúrákat, tehát nagyon összetett. Ez nekem már olyan szakmai szavakat mondta, hogy ezt tudom képzelni, hogy hajba hogy lehetne ezeket nézni. Persze, tehát elég összetett. Te voltál a készítője ennek a remek műnek. Mit építettél most a kolléginára? A téma a Mulán volt, és a műköröm díszítő kategóriában indultunk, abból is a felnőtt kategóriában. És mitől lett ez mulános? Mulános, hát remélem mindentől, a frizurától, a sminkkel, és hát reméljük majd a díszítéssel is. De megadtátok a módját, gondolom nem volt kötelező beöltözni neki jelmezbe. Hát jelmezbe talán nem, viszont meg volt adva, hogy a témának megfelelő hajsmink, illetve ruházat. Ki eljön ide versenyezni fiatalként, akár nem fiatalként, annak benne van az, hogy ugye megmutathatja magát, illetve van arra is lehetősége, hogy ebből a megmutatásból valami szakmai haszna is legyen. Abszolút, én azt szoktam mondani a saját kollégáimnak is, mert nálunk is vannak különböző kategóriai versenyek, hogy azzal, hogy te felkészülsz egy ilyen versenyre, elkezdesz képeket nézegetni, elkezdesz gondolkodni, elkezdesz gyakorolni, az a te magad fogsz, az a személy, aki ezt csinálja, ő neki lesz a legnagyobb haszna belőle, hiszen annál ügyesebb lesz, más lesz a látásmódja, és egy felkészültebb, ügyesebb fodrász lesz. Én vajon beállhatnék, hogy valaki lenyírja a hajamat? Azért nem lehet megoldani, mert mindenki modellal érkezett, az kötelező. Úgy szerettem volna, hogy végre csináljanak nekem egy jó divatos hajat. A legközelebbi versenyre megoldjuk, ígérem. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni, hasonló 360 fokos videókért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára, illetve kövess Facebook és Instagram oldalunkat.